Március 11-én és 12-én a Kanári-szigetek két városában, Las Palmasban és Santa Luciában rendezik meg a Dobó Európa Kupát. A 12 versenyzőt számláló magyar válogatottban ott lesz a nyíregyházi Szikszai Róbert is. A junior Európa-bajnok, U23-as Európa-bajnoki bronzérmes diszkoszvető ezúttal már a felnőttek között igyekszik helytállni. Mivel januárban és februárban a rendkívüli hideg miatt nem tudtak a szabadban edzeni a nyíregyházi dobóatléták, valamennyien kihagyták a téli dobóbajnokságot. Így Szikszai számára is kérdéses, hogy milyen eredményre lesz képes Las Palmasban. Első verseny lesz, hogy mindenféleképpen egy ilyen felmérő jelleggel, egy olyan 58 méter, 59 méterre elég lett. Lennénk, ugye egy 28 fok körül van kint a hőmérséklet, tehát az ideálisabb lesz, mint itthon. Most kezdtük a dobásokat, egy olyan másfél hete, eddig bent végeztünk erősítő munkát, illetve a szögdeléseket, úgy érzem, hogy jó állapotban vagyok, úgyhogy már reménykedem, hogy jól dobok. Kerekes László edző elmondta, hogy a korábbinál eltérő felkészülésből is igyekeztek előnyt kovácsolni. Fizikálisan sokkal előrébb tartunk, mint a hasonló időszakokban. Ugye köszönhető az annak, hogy nem tudtunk annyi dobást elvégezni, amit eddig megtettünk, ezért sokkal jobb fizikai állapotban vannak. Bízom benne, hogy ez majd a technikai felkészülés során is fog jelentkezni. Káplár János is abban bízik, hogy a szabadtéri szezonban profitálni tudnak majd a januári és februári edzés munkából. Őszintén szóval kicsit szokatlan volt, bár azt, ha úgy vesszük, akkor igazából bent technikáztunk. Aztán bízok benne, hogy ebbe az évbe talán ez a sok technikázás majd meghozza az eredményt. De egyébként igen, egy kicsit furcsa volt, hogy a tavalyi évhez képest, hogy mindig volt 10 fok legalább kint, és akkor most mínusz 20 fok volt, nem lehetett kijönni dobni. Hát bízunk benne, hogy ez az év, vagy a technikázások miatt majd jobban sikerül, mint a tavalyi év. Az Európa Kupát követően Szikszai Róbert és Kerekes László mar a Spanyolországban, ahol csatlakozik hozzájuk Káplár János és a szintén diszkoszvető Kerekes Dóra. Az edző és a három versenyző két héten keresztül Tenerifén készül majd az áprilisban induló szabadtéri szezonra.